Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, és egy olyan videóval jelentkezem most, amilyen még nem volt a csatornámon, de hogyha nektek tetszik, akkor lehet, hogy lesz majd még ilyen videó. Miről is van szó? Hát arról van szó, srácok, hogy most itt ezen a szerveren, ezen a kis privát szerveren, Word Edit, illetve kreatív mód segítségével meg fogom építeni Dogi Andinak az egyik fényképét, mondhatni, egy akkora területre, ami pont egy térképnyi terület, tehát hogy egy térképre rá fogom tenni a képet, akkor ez pontosan rá fog illeni. Még egyszer mondom, semmiféle modot, semmiféle plugint, meg ilyesmit nem fogok használni, hiszen azzal nem lenne egy nagy dolog, úgyhogy timelapse-el meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan is építem föl ezt a fényképet. Itt van a kép, ami alapján dolgozni fogok, tehát ezt a fényképet fogom majd megcsinálni, mondom még egyszer, egy 128x128-as térképnyi területre. Oké, na, amint látjátok, én itt már kijelöltem egy sarkot, illetve amott is van sarok, nem tudom mennyire látszik, meg amott is van sarok, valahol, ott, de inkább megmutatom nektek, szóval erre a területre fogom én építeni ezt a kis képet. Na hát jöjjünk ide, és akkor itt látható, ezekkel a blokkokkal fogok dolgozni. Hát mindegyiket nem fogom használni értelemszerű, csak amilyenre éppen szükség van majd az adott képhez, ugye? Szóval akkor most Word Edit-tel megcsinálom az alapterületet. Már is beírom, hogy Set Minecraft Light Blue és Concrete. Így van. No, szóval ez a terület lesz az a terület, ami nekem kelleni fog. Aztán megcsináljuk ezt a kis csíkozást, ez csak egy ilyen kis díszítés lesz rá igazából. Semmi extra nem kell gondolni, de akkor nem is így csináljuk. Akkor csináljuk másképp. Egyszerűsítsünk a dolgokon. Húzzunk ide egy ilyen kockát, ami legyen szép fehér, tehát white concrete, így van. Akkor ez így megvolt, akkor ide belülre is húzunk egy kéket, ugyanilyen világos kéket, természetesen így van, és akkor még ide húzunk egy ugyanilyen fehéret, úgy, white, és akkor ide belülre megint kéket, méghozzá ebbe a sarkába, és akkor kapunk egy ilyen szép kékes területet, igazából ez lesz a rajztáblánk, ez fog majd szolgálni képkeretként tulajdonképpen, és ez pedig világos kék. Na, és akkor így fog kinézni, amit látjátok. Szóval ide fogom majd szépen megépíteni Andinak az arcképét, viszont ezeket a sarkokat én most már kiszedem, erre itt most már semmi szükség az égvilágon. Egy, kettő, három, és akkor 4. Kész. Jó, hát akkor skaca. Kezdjünk bele. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes. Take my advice, stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Thank you.
Na hát el is készült a nagy mű, nagyon remélem, hogy tetszik nektek, de akkor a lényeg most jön, tegyük rá egy térképre ezt a képet, amit ugye most csináltam. Szóval én akkor itt ki is tettem majd magamnak egy kis üres térképet, jöjjünk ide, és akkor nézzük meg. Wow! Oké, picit tovább megyek, hogy a távolabbi részeit is betöltse, mert azért csak úgy szép, ugyebár, és íme itt van. Íme itt van, gyerekek, Doggy Andy, tökéletes. Na jó van, tegyük ezt le valahova. Átmenetileg most itt lesz, tehát semmi extra nem kell gondolni. Ennek majd ki fogok találni valami sokkal szebb helyet. Viszont kell eszközkeret is, ugyebár. Tegyük rá oda szépen, és tegyük rá akkor a térképet. Tökéletes. Hát ilyen lett, gyerekek. Szerintem egész korrekt lett. Na jó van. Na a srácok, hát ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, tudom, hogy nem volt túlságosan hosszú, de hát ez most ilyen lett. Ha szeretnétek még esetleg videósokat látni, ugyanígy megépítve, akkor írjátok le kommentbe, hogy kit szeretnétek, és esetleg amire a legtöbb szavazat érkezik, majd azt fogom megépíteni, de már vannak terveim még előtte, úgyhogy először ők következnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommentbe írjátok le a véleményeteket, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!